A Tréner Kft. Lett az év vállalkozása. Az elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara küldött gyűlésén vett át a Kft. Ügyvezető igazgatója, aki itt is van velünk a stúdióban, Horváth Péter. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. Először is gratulálunk. Hát, hogyha jól tudom, akkor 20 éve működnek, 50 éve pedig pilótaképzés van Nyíregyházán. Mire a legbüszkébbek? Arra vagyunk legbüszkébbek, hogy az elmúlt 26 éve működünk, elmúltunk jubilátuma 25. Arra a legbüszkébbek, hogy a itteni nálunk végzett hallgatók nagyon keresettek, és megállják a életbe a helyüket. Nincs könnyű dolgunk, hisz nagyon sok szakemberünket, fiatal oktatónkat szinte feltétel nélkül fölveszik a légitársaságok, ezért nagyon nehéz az utánpótlás. Na hát akkor erről az utánpótlásról még beszélünk, de még azért ott motoszkál a fejemben egy kis történelem, hogy 50 éve van Nyíregyházán pilótaképzés, miért pont Nyíregyháza? 1968, pont 50 éve, szeptember 1-én kezdte meg az 51. fogja megkezdeni, és azért Nyíregyházán, mert a régi szocialista rendszerbe a legkeletibb repülőteret próbálták kiválasztani. A diák mégis úgy gondolná, hogy repülőgéppel diszidálni szeretne az országból, akkor keresztül kell repülni az egész országot. Azt jelenti, hogy erre nem sokan vállalkoztak azért, mert üzemanyag, meg látókörből azért benn marad még, amíg ebbe az országba repül. Beszéljünk akkor a pilótaképzésről, hogy pontosan milyen pilótákat képeznek önök. Tehát utasszállító repülőgépre is kell gondolni? Így van, 92-től már a nem mezőgazdasági pilótákat, hanem kereskedelmi pilótákat képzünk. Egészen most az ATPL integrált képzés, ami azt tartalmazza, hogy a légitársághoz már átkerül egy típus átképzésre, ez egy két hónapos szimulátoros képzés, plusz egy órát repül a megfelelő típussal, és beülhet a légitárság jobb ülésébe. Akkor ez jó döntés volt annó a 90-es évek elején, hogy úgy döntöttek, hogy ezt is beemelik a képzésbe. Igen, ez a 90-es évek elején öt oktató alapította a Tréner Kft-t, hisz nem volt más kiút, hisz azt mondta, volt vállalatunk, a repülőgépes szolgálat, hogy ezt a tevékenységi bekívány befejezi, és akkor alakítottuk meg a Tréner Kft-t, akkor Sinó Szabó Botond volt a mezőgazdasági főiskolának a főigazgatója, és tárgyaltunk erről, nagyon lecsökkentettük a létszámot kb. 6 főre, de ezzel folyamatosan működött, és minden évben bocsájtott ki pilótát a nyíregyházi főiskola, majd most egyetem. És évente most mennyi pilótát bocsájt ki a Tréner Kft. Segítségével a nyíregyházi egyetem? A nyíregyházi egyetem, aki segített a díj elnyeréséhez, meg a város is hozzájárult, körülbelül évi 20 fő, de most már úgy látszik, hogy ez fel fog menni 20 alapképzésre és 10 proszgraduális képzés, azt jelenti évi 30 fő. Durván mostani beiskolázott hallgatók 65 körül vannak, akik egyetemen vannak jelenleg képzés alatt. Tehát itt több évfolyamról lehet több évfolyam, igen. beszélni. Az országnak melyik részéből jelentkeznek a pilóták, a leendő pilóták? Az egész ország területéről, hisz ha egy jó szakembert megkérdezi, ez egy pilótát, egy tapasztalt pilótát, hogy hova mennél, egy fiatal megkérdezi, hogy hova mennél tovább tanulni, akkor azt mondja, hogy ha jót akarsz, akkor Nyíregyházig, ez kicsit messze van. Ezért dunántúliak, Balaton mellől, nagyon kevés, sajnos kevés nyíregyházi, én nagyon szeretem, hisz akkor itt laknak, nem kell albérlet, hamarabb tovább itt marad itt a oktató utánpótlás biztosítására, úgyhogy én bizonyos felvételiknél erőnt is szeretnék valamilyen szinten, pontszámba, másba. Talán azért is lehet ez, mert ugye hát közszájon forog, hogy eléggé drága a pilóta képzésen részt venni. Tényleg nem kevés, hiszen 18 millió forint megfelelő a diákhitel, amit felvesznek a hallgatók, de ez a harmadik éves fizetés, egy éves fizetés alatt visszakeresi. Szóval tudjuk azt mondani, hogy egy kezdő fizetés első tisztekon 1 millió forint körül van. Havonta? Igen, és ezáltal a harmadik évbe körülbelül megkeresi, a harmadik egy év alatt megkeresi a képzésnek a díját. Hát akkor jó befektetés. Én is majd jelentkezni. Jó befektetés. Mivel kell rendelkezni egyébként egy jó pilótának? Ön szerint ki a jó pilóta? Hát, aki rátermette erre a feladatra. Megfelelő jó alapképzés, matematika, fizika, orvosi egészség, koncentrációképesség,
Nagyon fontos az angol nyelvtudás, hisz egy jó középfok az nem biztos, hogy elegendő. Kicsi szakmai angol is kell hozzá, aztán persze fejlesztjük, meg fejlődik a képzés folyamán. A képzés a kadétprogramban az angolul megy, egyetemen magyarul és angolul. A vizsga már mindenképpen angolul történik, a hatósági vizsga. Tehát akkor az angol az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, így van. Hát a gyakorlati képzéssel kapcsolatban azért, meg illetve a pilóta szakmával kapcsolatban is néha felvetődnek kérdések, hogy egy picit, mint hogyha higulna a szakma. Ön szerint ez mennyire igaz, hiszen hát világszerte jönnek a hírek, hogy nagyon nagy szükség van a pilótákra, és bizony tényleg akkor kézzel, lábbal kapaszkodnak értük. Igen, mi nagyon próbálunk egy jó szintet tartani, ami mindig a jövőnkért dolgozunk, ezt szoktam mondani a kollégáknak, hogy ma képzünk, az a jövőnkért dolgozunk mindig, és ezáltal próbálunk nagyon jó színvonalú képzést fönntartani, ami nem egyszerű dolog, egy kisebb létszámnál ez egyszerűbb kérdés volt. Ez tényleg picit higul a szakma, de... Tehát a 30 fő is eléggé sok. Évfolyamonként nem kevés, de mellette még megy másik kadétprogram a Vizernek, a most is van jelenleg 19 lengyel hallgatónk, akik 4 lengyel állami képzés mellett Nyíregyházára eljönnek fizetős hallgatóknak, és a Vizerre szerződésük van jobb garanciával, úgyhogy ők biztosan kifizetik a képzésnek az összegét Nyíregyházára. De akkor ők is tapasztalják, hogy higul a szakma? Egy picit talán hígul, de mint az élet más töltén mindig azt érezzük, hogy nincs olyan jó mesterember ebből szakmában, abból sem. De a repülésben ezt úgy kompenzálják, hogy a repülőgépeket úgy fejlesztik, hogy az emberi tényezők mindig kevésbé számítsanak a repülés biztonságába. Azt jelenti, hogy az emberi tényezők teljesen leszűkítik egy olyan 20%-ra, de ne befolyásolják a repülés biztonságot. A repülőgép nem enged olyan manővereket, amit nem tudna végrehajtani ő maga. Gyakorlati időt mennyire tudnak biztosítani, illetve elegendőt? Nagyon pontosan megmahatározva, hogy mennyi órát kell repülni, és milyen feladatokat kell lerepülni a képzés alatt. Ez EU-s jogszabály, az ELSA jogszabály szabályozza, végül is Európában mindenütt. Ez azért jó az unión belül nekünk is, hiszen mi magyar szakszolgálati engedélyeket elfogadják az egész világon, amit itt szereznek meg, és azóta növekedett meg a képzéseinek a száma. Ha jól tudom, azért önök eléggé széles tevékenységi körrel rendelkeznek, tehát nem csak a pilótákat képzik. Hát igen, nagyon sok más feladatot látunk még el. Én a hatóság is elismeri a cégünket, hisz a debreceni toronyszolgálatot mi látjuk el jelenleg, ez már 8 éve. Tehát gyakorlatilag önök irányítják a tornyot, ezt így mutatjuk. Van, így van. A nyíregyházi kézben a debreceni torony és a sármelléki torony is nyíregyházi kézben van. A repülés biztonsági szervezete vagyunk a debreceni repülőtérnek, ott a sármellékének bármi esemény történik, ott nálunk csapódik először le. És hát egy nagyon egyszerű dolog, hogyha valaki sétarepülésen szeretne részt venni, akkor is benevezhet önöknél egyre. Jól tudom. Így van. Sétarepülés itt helybe. Kicsit távolabb is. Egy picit egy-két mondat erejéig a jövőről. A jövőbe törek, hát már most megtörténnek azok a típusváltások, ami a képzés szükséges repülők legyenek. Jelenleg is annak a parknak a bővítése folyik, modernizálása, öregek voltak a típusok. Repülőgépig az nincs öreg, csak jó legyen, de ez egy ilyen átlagon 30 évet, ezt föl kell 15-10 körüli évre, ami nagyon nagy dolog lenne számunkra, hogy 10 éves korú repülőgéppel repüljünk. Újakat nem hiszem, hogy tudna vásárolni a cég, akkor nagyon meg kéne drágítani, a nyugat-európai szintre kéne emelni a képzésárat, ami körülbelül duplája lenne a mostaninak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert! Köszönöm szépen a lehetőséget!